Közmunkások és munkagépek. A több száz embernek munkát adó csengeri közmunkaprogramnak köszönhetően többek között betonüzemet tudtak nyitni, árkokat építettek és földutakat tettek rendbe. Csenger polgármestere hangsúlyozta, az új közmunkaprogramok már nem csak a karbantartó munkákról szólnak. Évekkel ezelőtt tudjuk, hogy az utcasepregetés volt meg az árokkitisztítás, ma már a mögöttem lévő értékteremtés folyik, egy olyan értékteremtés, amellyel pont főtanácsadó asszonnyal beszéltük, hogy nem csak a STAR foglalkoztatások keretein belül a másodlagos munkaerőpiacon, hanem az elsődleges munkaerőpiacra is át lehet lesz majd igazából térni, és egy olyan foglalkoztatási részt tudunk beindítani, ami hosszú éveken keresztül és évtizedeken keresztül működhet. Ezen a 3,8 hektáros területen 8 fóliasátrat állítottak fel. A program mezőgazdasági munkáit itt végzik a közmunkások. A megtermelt káposztát, karfiolt és karalábét a helyi konyhán használják fel. A mezőgazdasággal kapcsolatos közmunkaprogramok tervezésében is közreműködő miniszterelnöki főtanácsadót is meghívták Csengerbe. Hegedű Zsuzsának a település polgármestere mutatta meg az elért fejlesztéseket. Én valóban akkor tudok tovább segíteni, mert a cél pontosan az, hogy a közmunkába tessék nekem talpra állni, elkezdeni dolgozni, és utána teremtsük meg, hogy akár fél munkaidőbe, akár háromnegyed munkaidőbe mindenki rendesen bérből is meg tudjon élni. Én nagyon remélem, hogy jövőre át lehet már erre térni, és a közmunkába be lehet vonni újabb embereket. A fóliasátrak hivatalos átadóján elmondták, a fel nem használt zöldségeket a város értékesíti, így önfenntartó programnak tekintik a közmunkát.